A mesterség és intelligencia már begyűrűzött a hétköznapjainkba, erre idővel az oktatásnak is reagálnia kell. Az országban először az ESZKA budapesti kampuszán építették be a tantervbe a mesterséges intelligenciát. Juhász Milán kollégánknak egy egyetemi előadásba is volt lehetősége betekinteni. Akkor a mai órán megnézzük, összehasonlítjuk a régi keresőmotorok és a ChatGPT a torzítását a keresésben. 2022. novemberében a ChatGPT a világon mindenki számára ingyenesen elérhetővé vált. Ma már bárki kipróbálhatja, használhatja. Ettől a perctől kezdve kritikussá vált annak a jelentősége, hogy a diákjaink egy ellenőrzött, biztonságos környezetben tudják megtanulni azt, hogy egyáltalán mi is az a mesterséges intelligencia, mi a ChatGPT, mire lehet használni, mire lehet etikusan használni, és mi a következménye annak, hogyha ők nem jogszerűen, vagy nem legális formában próbálják felhasználni a ChatGPT-t. Egy egyetemi előadás során lehet használni gyors adatgyűjtésre, vagy egy adott témában a megfelelő kérdések megfogalmazására. Gyakorlatilag a lehetőségek tárháza nyílt meg a felsőoktatási intézmények és a tanulók előtt. Szerintem ez egy nagyon jó, innovatív új módja a tanulásnak. Nem csak abból a szempontból, hogy egyszerűsíti a munkát, hanem nyilván olyan etikai keretek között lenne szükséges ezt használni, hogy mi többet tudjunk ebből tanulni, mert olyan, mint egy keresőrendszer például, csak sokkal gyorsabban jussz információhoz, és ez mind a két oldalról szerintem pozitív visszacsatolása van, mert a tanárok is könnyebben tudnak nekünk információt átadni, mi is könnyebben tudunk információt megtalálni, és így jobban tudunk egy közös képet alkotni egy órán. Alapvetően az a mesterséges intelligencia, amivel mi dolgozunk most már tavaly ősz óta, vagy amelyet használunk, az egy nyelvi program, nagyon tökéletes nyelvi program. Pontosan az attól, hogy nyelvi program, nem egy antropomorfizálható lény, entitás, nincsenek rossz szándékai. A mesterséges intelligencia nem akar nekünk ártani, a mesterséges intelligencia nem akar nekünk hazudni, ő csak ellát bennünket azzal az információval, amelyet összehúz ezen szigetszerű információhalmazokból. Még mielőtt nagyon belemélyülnénk a témába, lássuk, mi is az a ChatGPT. Röviden, tömören, egy mesterséges intelligencia kutató laboratórium által kifejlesztett chatbot, de nézzük meg a gyakorlatban, megkértem, hogy definiálja önmagát. Egy szöveggeneráló mesterséges intelligencia modell, ami képes párbeszédekre, továbbá előtanított adatbázis alapján működik, és ezekből az információkból önállóan képes új szöveget generálni, vagy éppen értelmezni. Kipróbáltuk azt, és ezt feladatban kapták a diákok végzés előtt egy óra keretében, hogy próbálják megkérni, próbálják feltenni azt a jó kérdést a ChatGPT számára, hogy írjon nekik egy megadott témában egy tézismunkát, megfelelő és korrekt hivatkozásokkal, megfelelő irodalomjegyzékkel, bevezetéssel, tárgyalással, befejezéssel és előremutató gondolatokkal. És döbbenetes volt, majdhogy nem túlzunk egy kicsit percek alatt, megírt egy csodálatosan levezetett és struktúrált dolgozatot, aminek a végén rengeteg irodalmi hivatkozás volt. Azonban ezek az irodalmi hivatkozások a valóságban soha nem léteztek. Külön-külön a szerző és az újság valósak voltak, de az adott témakörben soha nem született olyan cikk, amire a program hivatkozott. Ez az órai példa jól rávilágított a mesterséges intelligencia jelenlegi egyik árnyoldalára. Szűrni kell az információt, ellenőrizni kell az információt, validálni kell, meg kell nézni, hogy tényleg helyese. És erre is időt kell szánni, és itt jövünk egy picit az oktatás nagyon fontos szerepéhez, hiszen az oktatásban fogjuk használni a mesterséges intelligenciát, és egyre többen, és nagyon jó is, hogy használjuk, de legyen ott a késztetés a diákokban is, hogy elérjek egy olyan alapvető műveltségi szintet minden egyes tantárgyban, hogy tudjam szűrni a megkapott információt, ne higgyek el mindent, ami ott generálódik. A mesterséges intelligenciának köszönhetően a szakemberek számításai szerint 8%-os GDP növekedés várható, egyes munkahelyek meg fognak szűnni, de cserébe újak jönnek majd létre. Van egy nagyon jó weboldal, ahol mindenki megnézheti azt, hogy vajon én felcserélhető vagyok-e a mesterséges intelligencia által. Úgyhogy például annak az esélye, hogy mi jövőre ugyanígy találkozunk, az jelentem 63%.
Tehát én is, mint utazó klíma nagykövet az Energiaügyi Minisztériumból, én is 37%-ban felcserélhető leszek. Lássuk, hogy én, mint riporter, mennyire vagyok pótolható a mesterséges intelligencia által. A weboldal számításai szerint az én munkám 47%-át is ki tudja majd váltani a mesterséges intelligencia. Hogy ez jó vagy rossz, esetleg megkönnyíti majd a riporteri munkámat, az a jövő zenéje.